sem akarok aludni. Nórikám, feküdj le, és próbálj meg, amikor mindenki alszik, már este van. Nem, nem, és nem, akkor sem szeretnék aludni. Ha-hó, mi ez a nagy ricsaj, a másik szobában aludnának. Kérdezd a hubodat. Próbál meg rábeszélni, hogy aludjon, és ne féljen a sötétben. Na mi az, Nóri? Nem szeretnél aludni? Nem. Tudod mit? Ma itt alszom melletted, áthozom a párnámat. Holnap pedig kapsz tőlem egy meglepetést, akkor majd minden jobb lesz. Jó, oké. Csókolom. Szia. Gyere csak be, és te kezdjük ottan. Luca nincs itthon? Luca elment a nagymamájához. De úgy tudom, amúgy is engem keresel. Luca már nagyon sokat mesélt a munkádról. Mondta, hogy mindenfélét készítesz szüvegből. Én inkább csak kidíszítem az üveget, ez az üvegfestő dolga. Egy nagyon szép lámpát szeretnék. A kisugomnak vinném fél a sötétben. Tudod mit? Készítsük el együtt a lámpát a kisugodnak. Szerintem jobban örülne neki. Rendben, benne vagyok. A kontúrfesték olyan, mint egy fogkrémtús, letekerjük, és szépen elkezdjük az üveget kontúrozni, ha ügyesek vagyunk, akkor szépen minta nélkül is tudjuk megrajzolni a mintát. Gyere, mutatom! Nehéz megrajzolni egy ilyen mintát? Lényeg a helyes technika. Fontos, hogy oda koncentráljunk, és nyugodt körülmények között dolgozzunk. És csak, készen is van egy virág. Ugye nem volt olyan nehéz? Nem tűnt annak. Na, akkor most már te is kipróbálhatod. Mit rajzoljak? Szerintem legyen még rajta virág. Meg majd egy kis madarat is ráteszünk, annak biztos örülni fog a kis húgod. Miért nem jön belőle folyamatosan a festék? Van egy technikája, mindig azt szoktam mondani, hogy emeled, nyomod, húzod. Emeled, nyomod, húzod. Gyere, várjál, segítek, megmutatom. Vannak iskolák, ahol üvegfestészetet lehet tanulni? Vagy ehhez főleg tehetség kell? Nem, üvegfestő iskola nincsen. Igazából én egy festőtől tanultam üveget festeni, utána önmagam mindig fejlesztettem, és te tanulmányozod ki, hogy melyik technika lesz a legjobb. Nem félsz attól, hogy remegni fog a kezed? Várjál, segítek. Hát az nem jó dolog, ha valakinek remeg a keze, de ha sokat gyakorlod, már nem fog remegni. Nagyon sok türelem kell ehhez, ugye? Igen, az üvegfestéshez szükséges a türelem, de mindemellett fontos, hogy az ember kreatív legyen, legyen egy kis színérzéke, fantáziája, hogy mit fog rajzolni, hogy fognak a színek összeállni, és persze a pontosság és precizitás mindig fontos. Készen is van. Szerintem hagyhatjuk száradni. Látod, ez már meg is száradt. Igen, nagyon köszönöm. Nagyon szép lett, bár ez inkább neked köszönhető. Szívesen. Szerintem a kisugod nagyon fog neki örülni. Ő fog a legjobban. Ezt ne felejtsd el magaddal vinni, ettől fog világítani a lámpa. Rendben. Ezt az adást és az M2 Matricák többi epizódját megnézheted a MediaClick M2 Matricák weboldalon.